erős mínuszokat enyhébb idő váltotta fel, megkezdődött a hó és a jég olvadása. Így kirajzolódtak a Kátyúk-Jászapáti számos fő- és mellékúti szakaszán is. Ezek az utak már jóval több mint 20 éve készültek, és ezek folyamatosan öregednek el. Tehát ezek minden egyes tél újabb helyeken roncsolja az út szerkezetét. Jászapáti teljes területén 60 kilométernyi úthálózat van, szilárd útburkolattal ellátva. Bodnár Attila becslése szerint 2017. januárjára ebből 300-400 négyzetméter a károsodott felület nagysága. A megoldáshoz szükséges összeget tehát az önkormányzat biztosítja. Megkerestük a város polgármesterét, Falkas Ferencet, hogy megtudjuk, a 2017-es költségvetésből mikor és mekkora összeget fordítanak az útburkolati hibák javítására. A költségvetésünkből jelen állás szerint még folyik a teljes kimunkálás a költségvetésünknek, nettó 25 millió forintot szánunk első körben. A károsodott 300-400 négyzetméter útfelületen megközelítőleg 200-250 darab kátyú is összegyűlhet. Ezzel kell szembenézni a Városüzemeltető Kft.-nek a tavaszi időszakban.